kis felállásban játszottuk, de én vallom azt, hogyha van egy jó dalod, egyszer gitárról vagy egy zongorával elénekeli az ember, már megszólalgat, akkor most, és hogyha egy kis groove megy alá, akkor még jobb lesz. Erre készültem már egy hónapja úgy tudat alatt, mert megkaptam ezt a meghívást, vagy már több mint egy hónapja. Úgyhogy én készülgettem, otthon válogattam, hogy legyen ez az ebbe az egy órába besűrítve a dolog. Így is kimaradt egy-két dal, nem lehet kiszámítani időbe, de egyébként a zenekarra meg külön összepróbáltuk, hát elküldtem nekik most már virtuálisan, hogy miről van szó, és akkor a végén összepróbáltuk fizikálisan is. Gyakorlatilag a zongorista Bacsa Gyuszi vele még a 80-as évek második felében hozott össze az élet, úgyhogy azóta kicsit olyan megszakításunk, de sűrű játszunk, tehát mondhat ő már negyedik évtizede. Az Attila, a dobos, Móri Attila, ő meg szerintem már tudom, mint 20 éve csatlakozott hozzánk, egy kicsit nagyon megszakításokkal ő is. Önnek is van több formációja, mindegyik zenésznek nyilván, és a basszusgitáros, a Zsoci, a Szatai Zsolt, ő vele pedig csak az utóbbi 5-6 évben ismerkedtem vele, így meg. Az a flow érzés az olyan, hogy igazából én, mintha nem ismerném észre, hogy ott vannak az emberek. Hát amikor az ember így énekel, és így játszik közben egy hangszeren, akkor sokszor besüki a szemét, és szárnyol a zenével, mondhatni. Összehoztuk ezt a kis felállást itt ma estére, úgyhogy kb. Röviden dióhéjban ennyi a sztori.